Na, sziasztok és üdvözlök mindenkit a mai videóban. Ismételten CMT-ázni fogunk. És itt vagyunk az elveszett titkos szigeten. Aminek egyébként pozícióját azt én sem lehetem meg könnyen. Nem sok mindent láttam, hogy ez merre lehet. Szóval ezt így megmutatnám nektek. Hoppá. Hogy ha valaki keresni akarja elvényt, tehát ez Las Venturasba, akkor így ezt a lefoglalt járművektől egy, hát mit mondjak, ebbe az irányba jó sokat el kell menni, majdnem, hát mint a félvárost, kb. Több mint a félvárosnyi. Például nézzük az M betűtől eddig a sarokig. Hát még attól is többet, tehát innen elindulunk a rákászattól erre egyenesen kifelé, és itt lesz ez a sziget. Tehát itt van, nincs is fent a térképen. Szóval ezt itt lehet megtalálni. Eddig még egyetlen egy, tehát egy orosz alatt. Egyszer akartak kirabolni, de érdemes úgy kijönni, hogy nem hozunk magunkkal semmit. Semmi értéke, csak ezt a fémdetektort, az ásót, meg esetleg vizet, ennyi. Semmi mást. Sem telefont, sem készpénzt, sokat. Semmi olyan dolgot, amit elvehetnek, főleg nem fegyvert, vagy ilyesmit. Tehát ide érdemes üresen kijönni, mert mi estére jöttem, már egyből jött két faszi beszélgetni, már utánuk szaladt az AK-s. Csáó, és akkor na, a tollam volt nálam egy toll, azt úgy elvették, hát na, legyenek vele boldogok. Ugye kell vegyünk fémdetektort, 7500, ha jól emlékszek, vagy 5000, meg ásót az valami 1000. És akkor ezen a titkos szigeten elméletileg lehet leállni valami ládát, amit majd a V4-en lehet majd kinyitni, a CMT V4-en, ami elvileg kell érkezzen most a nyár folyamán. Szóval amúgy itt nem is lehet ásni, szóval itt hiába nézzük. Már bejártam így a szigetet, vannak érdekes pontjai. Szerintem lemegyünk a partra, kezdjük onnan. Amúgy nagy a sziget, csak nagyon sok szikla van benne, és nehéz a közlekedés. Hajóval jöttem. Pontosan nem tudom, hogy hol van. Úgy látom, azért jönnek ide mások is. Tehát hajóval, tehát itt autóval nincs, hogy kigyere. Autó én is. Helikopter vagy ilyesmi. És persze hifi az itt is van. Ott is van, olyan kis helikopterrel jött valaki. Na, belökjük. Begyújtjuk a gépet. Ugye embert megnyomod, és akkor látod, hogy hol lehet ásni. Tehát itt már lehet. Például itt a domb oldalba, itt hiába nézem, mert nem lehet. Szóval akkor most elkezdünk keményen kutatni. Egyébként, ha minden igaz, a mai nap, vagy holnapi nap már kerülnek ki videók a másik két csatornatoktól is, de ezt én nem veszem készpénznek, de majd meglátjuk. Szóval nem tudom, mit akarnak kitenni, még nem árulták el, de ti majd ezt látni fogjátok, mert persze én is. Viszont kaptam még olyan kommentet, hogy az autókert azt bemutathatnám, mert ez lesz szerintem a következő videóban. Csak már nem akartam innen elmenni a szigetről, mire vissza is kell jönni, mert akarok olyan ládát lelni, tehát addig én innen el nem megyek, ameddig nem lelek olyan ládát. Ez a tervem. Egyébként, ha jól tudom, azt nem is vehetik el tőlünk azt a ládát, ha lelünk. De még nem tudom, hogy hogy fog az kinézni. Meg elvileg több fajta van, de ezt se tudom annyira pontosan, hogy mi a helyzet ezekkel. De azt nem, ha ki is rabolnak, akkor ezt nem vehetik el tőlünk. Ez szinte biztos, ez szinte 100%. Mert Tomásnak megnéztem a videóját.
a tulajnak, a szerve tulajnak. Hát így van. Ennyi. Hát akkor... akkor lefekszünk. Azt kérte itt az úr. Ezt mondom, hogy itt random detektorozik, gondolom ezek a helikopterre jöttek. És ezért jó, hogyha semmi nincs nálunk. Magamban vagyok. Na ennyi, tehát itt úgy tesznek, mintha áskotálnának, és közben meg ott bebújik a srác, és akkor leszaladt, tehát mondom. És az is pont így volt, megjöttem pont ide a partra, és egyből. És ezért kurva jó ötlet, hogy ne hozzatok még telefon is, tehát semmit. Lepakoltam a kocsiba, és csók. És persze, biztos idegesek egy kicsit. De ez van. Ez most menekül, vagy mit csinál? Egyébként a izét azt hiszem, hogy... Nem tudom, hova tettük le, de nem ide. Ez nem a miénk. Mi is a rendszám? Egyébként, ha nem találtuk valamit, akkor ide bejöztük ugye a home, vagyon, itt vannak a járművek. És jobb klikkeltek a dologra, tehát és akkor bejelöli nektek. Nekem most ez a hajó kell, hát az ott van. Tehát, hogy tudjam, hogy hol van. Ha lelek valamit, akkor azt gyorsan bele kell tenni. Ami olyan. Na szóval visszatérve, nem tudom már, hol tartottam. Itt akciók vannak. Na, ezzel szaladni nem, tehát ki kell neki automatikusan. Tehát nem szaladgálunk ezzel a masinával, mert lehet sét a stílust állítani, és akkor van olyan, hogy szalad. Ezek remélem megint nem brán vadásznak. Viszont itt a parton eddig semmit nem leltem. Lehet el kéne innen menni. Ma leállnék most valami aranyat. Ezek ide jönnének és felszednék. Azt mondjuk komolyat felszaladt. Na akkor mi is megyünk fennebb. Amúgy nagy a sziget. Szóval mit bejárni. Még szerintem teljesen én sem jártam be, pedig egy jó órát majd eltöltöttem. Itt fent próbálkozunk. Lelünk valamit, akkor azt megpróbáljuk letenni. De egyelőre nem szól a gépünk, hogy akció van. Szóval, ha ide jöztök, semmit ne hozzatok magatokkal. Ez egy nagyon jó tanács. Ez nem egy megbeszélt dolog volt, hogy engem most kutassanak ki. Ez így megtörtént, de a parton amúgy nem érdemes, mert itt mindig, legalábbis én már ugye kétszer kutattak itt ki. Szóval nem nagyon érdemes itt táskotálni, de ha nincs nagy semmi, akkor végül is ezt nem vehetik el a fémdetektort, meg az ásót. Vagy az ásót talán elvehetnék, de minek? Egyelőre nem nagy sikerünk van. Legalább már ki akartak rabolni cserébe.
de próbálkozunk keményen. Nem lehet tudni, itt még lyukba találunk itt valamit. Ezért körbe kell járni. Jó lenne lenni egy onládát itt videóba gyorsan. Azt mondjuk adnám. Szerintem belátható időn belül fog nyitni a V4. De hogy ez mennyi, azt nem tudom. Tehát nyáron szerintem szinte biztos. Jöjj hónapban valószínű. Vagy maximum augusztus eleje, de nem hiszem, hogy elhúzzák addig. Én nem hinném, de ők tudják, hogy hogy állnak. Végül is inkább azt mondom, hogy húzzák el, mint hogy kiadjanak egy szart a kezükből. Szóval az úgy szerintem egy jobb dolog, hogy megcsinálják fasza, és akkor úgy adjuk ki. De szerintem majd ők eldöntik, hogy hogy akarják. De valószínű, hogy már nem sok van neki hátra, hogy megnyisson. Szóval ez az update, ez a sziget, meg a fénydetektorozás, ez már az előjel a V4-nek. Az előfutára. Ez vele jött be, egy másfél hete kb. Nem tudom. És azt nem tudtam, hogy itt is van sziget, ezt nem nagyon tudtam pontosan, hogy elvében is van sziget. Ezért elindultam a hajóval, és akkor elkezdtem keresni. Először is kijöttem innen a kikötőből, itt végig. És akkor így tettem egy kört, kb. Így. És akkor már itt gondoltam, hogy akkor fordulok vissza, de még erre elnézek, és pont itt volt, pedig arra tippeltem, hogy itt lesz valahol. De utána arra gondoltam, akkor fent itt semmiképp nem tippeltem erre. De végül itt lett. Szóval remélem ezzel tudtam segíteni nektek, hogy nyilván ezt a karakteretek nem tudhatja, hogy ti megnézitek a videót, és akkor ott van a sziget, csak hát úgy elindultok egy irányba, és akkor erre tévedtek véletlenül. De én hiába kerestem, nem leltem semmit, hogy ez hol van. Szóval nekem fejjel kellett fedezzem, hogy merre lehet. Jó, most bejövöltem, ide két járművet, ott áll a merci. Itt meg a hajó. Itt is lehet ásni, itt is lehet. Az, ami be se jelez, itt nagyon ritkán szokott jelezni. És akkor kiszedtem a Coca-Cola-s dobozt, tehát akkor kicsit agyvérzést kaptam. Na meglepődtem, hogy hoppá. Valami jó fogás. De nem. De nem, hogy ha találunk nagy nehezen valamit, az egy hifi lesz. De amúgy tényleg kurva jól lenne egy olyan ládát szerkálni. Mi a szar? Mi a fasz tűzi játék, geci? Az igen. Szóval akkor az autókerről lesz egy videó. Azt tervezem. Meg amúgy, ha írjátok meg, hogy mit akartok megnézni. Lehet bemutatom a tuning műhelyt. Tehát nem újdonság, mert nyilván egy LV playernek, vagy egy V3 playernek, de aki még nem játszott, már ugye volt olyan kommentelő közt, akit érdekel, hát szívesen, hát ha tudunk segíteni, viszont a V4-re már biztos, hogy lesz egy részletes bemutató. Körbejárjuk, megjött a fizetés, de az inkább mínusz egy kicsit. Majd körbejárjuk, megnézzük a tuningolást, mindent megnézünk. Meg kíváncsi leszek, milyen dolgokat tesznek bele. Na itt azon a földön itt nem lehet. Ezen talán, azt hiszem. Ó, az igen. Szóval én már nagyon várom. Nyugodtan írjátok meg, ha ti is. Várjátok, vagy ha tudtok valami konkrétabbat, mint én. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy itt lehetne horgászni.
Ők ezt nem fogjuk megnézni. Nem, mire innen elmegyünk, hogy leadjuk a halat, addig ára megromlik. Mert itt a hal az rohad. Nem mint az RP-be. GT5 RP-be. A Nordlyzon, vagy akár meddig nálad lehet. Akkor itt találunk valami szerencsét. Kukára bejelez? Nem. De ezt ki kellene lökni. Az üdítés dobozt. Remélem itt a fák szól, hogy elbújik valami értékes. De itt megmondom nektek, hogy nehéz valamit is találni. Bármit. Mire egy ásásig jutunk, mivel azért hiába nagy a terület, rengeteg kő van, meg ilyen földes valami, ami nem lehet detektorozni. Ezért jó, hogy sokat járunk, de keveset találunk. Szóval szerintem jelentkezek, ha lelek valamit, és remélem, hogy jelentkezni is fogok. Na, ismételten egy nagyon elegáns rablás. Az milyen jó fegyverek vannak itt amúgy. Jó modellek. Még az a karóra, hogy mi az nincs a csávon jó. Ha motozhattok. Ne szopass, hogy 34 dollárt el akarnak venni. Ne szopassatok. Aj, Istenem, de nem legyünk már ennyire kretének. Hát nem láttunk semmit. 34 dollárt fognak és elvesznek. Amit gyakorlatilag értéktelen. Mert még a Nerdwise RP-n ott még azt mondom, hogy 34 dollár az persze, hogy értéktelen, de jobban van értéke. Itt nulla. Gyerekek? Mindegy, jó, elvették el semmi. Nem probléma. Csak mondom, hogy ez már hát ilyen aljasság. Viszont itt a cuccot, ha lennünk valamit ezt kimenteni hajóba, na az lesz az érdekes, ha lennénk itt egy aranyrudat itt hirtelen. Az vagány lesz elrejteni. Na mindegy, hát remélem, hogy nem ilyen dologgal jelentkezek megint. Amúgy itt egy elegáns hajó, amúgy ez vagány. Itt a semminek a közepén. Meg itt valahol van itt valami 20 cafat. Na, már nem tudom, merre van. Na, amúgy ez vagány ez a hajó, meg hú, ezért a hold, minden jó, jó, néz az a sziget ki, hangulatos. Van egy ilyen horrorisztikus hangulata. Itt hajóba felmászni nem nagyon lehet. Így csak így meg tudom mutatni, de amúgy vagány. Vagány. Jól megcsinálták ezt a szigetet, hasonlít amúgy a V3-on volt, vagy V2-n volt még valami szigetre, igen. Nem is tudom, mi volt a neve már. Na mindegy. Lényegtelen, de úgy ez vagány. A gyerekek olyan dologgal jelentkeznek, hogy az hihetetlen. Kapás van, úgy néz ki.
melyik hozzától a hajótól nem is messzire. Hol van? Hol van? Hol van? Spanyolal se senki. Úgy látom, nincs itt senki. Na, elméletileg itt van. Ő lesz itt az. Más hanggal is jelez, esküszöm nektek, hogy itt más hangja van ezeknek. Hát ez valami láda lesz. Nem is az a szokásos hanggal jelezett. Még a hang is más. Kíváncsi leszek, mi rapul itt a föld alatt. Hát nem tudom. Hát gyerekek, az egy nulla lesz. Az mi az? Valami fos. Na. Anyag vas, ami pár száz dollárt él. Jaj. Hát nincs itt szerencsénk. Ezen a szigeten. Eddig két óra alatt volt két darab kapásom, úgymond. Meg három kirablási kísérlet. Csak az a helyzet, hogy nem nagyon jók ezek a fogások. Hát harmadjára, tehát mondom, az a ládás valami az ritka. Ritka. De az jó lenne egyet beszerezni, vagy nem is tudom, azért, hogy pukkanjon ott valamit, ládika, minden, a nyitás. Mert azért lehet, hogy a V4-et majd ez elősegíti. Nyitunk olyan dolgot, hogy nem tudom. Megsegít minket. Pénzt, autót. Hoppá, mi a fasz? Hoppáré. Még jól elbeszélgettük itt a dolgokat, és egyből újabb. Még ez elég érdekes, egyből újabb dolog. Na, hol vagy? Valahol itt kell legyen. És vagy ez? Nem. Hol a faszban vagy? Ez vagy itt. Na, újabb kapás. Ott valakit. Na, valakit kiraboltak. Kicsit bebörtönöztek. Azért figyelni kell, nehogy itt szaladgáljon valaki. Hát, az egy vödör lesz. Esküszöm, hogy... Hú... Hogy a názáreti dongalábú kenukormányos Szent Szűzmáriát csókolgató. Jó Isten! Ilyen dolgok vannak itt a földbe. Egymás mellett bazd meg a szemét. Hú, most a játék nagyon szemét. Mindegy. Azt mondják, hogy három a magyar igazság, itt már hármat ástam ezen a kurva szigeten, de még egy a ráadás. És a következő, akkor reméljük már ráadás lesz, és a jutalom egyben. Nekem most nem 15.000 dolláros ékszer kell, meg izé. Még egy aranyrodat elfogadnék, de azt én elég lenne kimenteni. Lehet azt csinálnom, hogy lecsatlakoznék, azt majd hajnalba feljönnék, azt akkor el tudnám biztonságba tenni a hajó, mert most így megindulnék. Azt lehet ottan kirabolnának. És akkor biztos kurva ideges lennék. De a lényeg, hogy háromból semmi, kettő használhatatlan, egy meg ilyen anyagvas, ami 200 dollárért láttam darabját hirdetve. Szóval így kifejelek valamit. Az így megy tovább. Meg fogom, ide beleugrok. Na mindegy. Reméljük, hogy sikere járunk. Mai videóban még szerintem még rászállnak egy órát. Már így is több mint fél óráit kutatok, de még rászállnak még egy órát. És akkor hát, ha valami durrad itt nekünk. De egyelőre kurvára nem úgy néz ki, hogy itt valami fog jönni. De a remény hal meg utoljára, szóval remélem, hogy valami kurva jó dologgal jelentkezhetek. Mennyik, de úgy látom itten
fémkereső és tárgyak rablásáért nyomják az embereket. Majd visszanézem, hogy ezek voltak, akik ki akartak rabolni, de nem hiszem. Na, akkor majd jövünk. Na, kapás van. Ismét. Megint ilyen markáns hangja van, ilyen gu-gu-gu-gu-gu. Itt is van. Pont arra nézünk elméletben. Reméljük, hogy nem akarnak betámadni. Ahogy látom, itt minimum 4 hifi. Ott egy, fent van egy, meg mindenhol van egy hifi. Szóval egy nagy valószínűséggel mondom, hogy ez egy hifi lesz, de nem úgy tűnik. Hát az egy arany. Ezt lehet lekényt enni. Hát az bizony. Ez egy aranymedál. Bassza meg, ezt lekényt enni. Most lehet bekockáztatom, hogy... De itt nem lesz már semmi. Na jó, akkor ezt valahogy el kell juttatni. Jó, geci. Na, ha lementünk volna, akkor nem lett, kellett volna eljuttatni sehol. Itt a sziklákon levegyünk. Azért tele van sziklákkal. Ubha. Hol van ott van a jármű? Hát ezt azért már csak el kell juttatni, de hát szerintem nem... Nem tudom, mennyire fogjuk ezt mi eljuttatni. Nem úgy itt van felülről a hajó, vagány. Csak az nem lesz vagány, ha... bazd meg! Picit sétálunk akkor. Jó, menjünk tovább. Majd átmegyünk, és akkor ott lesz. Nem baj, mert ott is átnézzük a partot, meg mindent. Az már jó, hogy legalább negyedjére lehetünk valami eladhatót is, de ezt még el kell juttatni. Most nem itt próbáljuk ki inkább. Addig kell eljuttatnom, ameddig nem vadásznak le minket. De mindegy, tehát ez egy 20 000 dollár, 15-20 000 bárák maximum adni. Szóval nem egy nagy érték, de azért nem... bazd meg anyád! Hát itt problematikák vannak. Mi a fasz? Mi a fasz, gyerekek? Hát lehet beszorultunk. Na akkor, nagy nehezen sikerült kiszedessük magunkat. Írtam három adminnak, mind vártam egy perceket. Utána, amikor nekiírtam ennek a tutónak, akkor én már akart volna jönni, de pont jött a másik. Úgy, na, akkor itt vagyok. Itt nem tudom, mi a szar van ezzel a textúrával, hogy miért ilyen fekete. Reméljük, itt beleesünk valamibe. Na nem. Viszont itt kurva gyorsan kéne oda menni a hajóhoz. Á, ennyi. Így, bazd meg. Mi elmaradt HP-nk?
HP-kre kurvára kéne vigyázni már. Viszont innen kurvára gyorsan beleként adni a cuccot ide. Mit ólálkodnak a környéken. Még ettől is gyorsabban. Még ezt is betesszük. Már amúgy vannak dolgok, hoppá, hoppá. Jó, bezártuk. Reméljük itt elkap egy cápa. Na, megint kapás van ugyanitt. Ugyanitt. Beszarás. Ez a hely itt, ahol van ez a szar. Körbekerített valami haja után, hát ez elég jó. Itt lehetünk két kapást. Eddig. Ott, ez nem lesz valami nagy durranás. Itt az egy balta. Na, az kurva jó. Hát, mindegy. Lelünk valamit, az a lényeg. Csak nem azt, amit keresünk. De hát, ha itt még lesz valami elbújva. Kurva nehéz a szonládát lenni, és ha lelünk, remélem valami érték lesz benne, nem csak pizzák, meg ilyenek, meg skin-es fegyver esetleg, meg teli van pizzával, hamburgerre, meg ilyeneket is lehet benne nyerni, hanem tényleg értéket csak. Tehát majd ezt meglássuk, hogy mi lesz. Remélem, hogy a következő ásás már valami értékeset rejt. Na, megint jelez. Hú, hátha, itt is van. Hát, ez már valami kurva jó dolog lesz. De még hifit itt nem találtunk, szóval most már érik nagyon az a hifi. Ez jó, mélyen van. Hú, ez tényleg kurva mélyen van. Hát az geci kurva jó lenne, ha lelnénk egy olyan ládát valamit, ládás valamit. Én nem látok semmit a földbe. Vagy vak vagyok. Az mi az? Az valami szemét, nem? Ez az. Ez kell nekünk. Vas. Hú. De azért megérte kiásni. $200. Eddig fasza. De az a láda az nagyon keményen, nehezen jön. De akarok egyet, hát szerintem egyet, ha lelek, az egy fél siker, és még egy valami. Hopp, itt lesz. Itt is van. Itt. Na hátha. És beindultak itt a dolgok. Senki nincs, jó. Nagyon jó lenne valami ládikó, ami kell nekünk. Hopp. Oh, geci, az egy láda. Az egy láda. Ott van. Láda. Ott van. Ennyi.
Ezt, ha jól tudom, ezt nem vehetik el, de... Gyorsan rakjuk azért le. Jó, ennyi megom. Baltát is, ezt is. Ott van a láda, gyerekek, ott van. Ott, azt már nem beszél onnan senki. Benne is hagyjuk. Hú, megvan. Hát akkor köszönöm a figyelmet, hogy itt voltatok velem, és végig szenvedtük együtt ezt a videót, de megvan a lényeg. De azt ajánlom, hogy ide csak egy detektorra, meg egy ásával gyertek, esetleg kaja, meg egy kis víz, nulla pénz, és itt lesz a siker, mert négyszer akartak kirabolni, nem tudom, nehezen tudtunk lelni lyukakat is, amit lehet ásni, de utoljára, amikor már fel akartam adni, összejött, tehát hú. Na, adjátok fel, azt üzenem. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és akkor következő videóban pedig szerintem autókert nézzük meg. Addig is, sziasztok!